Az Eiffel műhelyházban a 20. század vége felé még nagyban folyt az ipari munka. A járműjavító üzemi területén 90 mozdony és 455 személykocsi fért el egyszerre. 1990-ben azonban végleg bezárta a kapuit, Magyarország egyik legnagyobb területű járműjavítója. Az elmúlt években az elhagyatott ipari műemlékből lassan felépült ez az egyedülálló kulturális tér, ami bár még folyamatosan alakul, ma már opera és balett előadásoknak ad otthont. Én éppen jöttem előadásra, Kodály Hári János opera kaland előadására. Magasi Júlia énekkari művész több szálon kötődik az Eiffel műhelyházhoz. Több okból is fényképezem, mert az egyik az, hogy most kezdjük el így birtokba venni az új játszási helyünket, a másik meg hát a drága nagyapám, Magasi Lajos itt volt okleveles gépészmérnök, és nagyon sokat dolgozott itt édesapámmal együtt, aki pedig diákmunkát végzette ezek mögött, a falak mögött. A büszke unoka húsvétkor énekelt először az Eiffel műhelyház Bánfi termében. Én megmondom őszintén, azért azt megkönnyeztem. Tehát amikor így belegondoltam abba hogy itt volt nagyapám, nagyon korán elvesztettük sajnos, és ez egy felemelő érzés volt, és hát egyben nyilván egy ilyen nagyon szentimentális pillanat is volt. Emlékeznek, 2018 nyarán emelték be az épületbe ezeket a muzeális vonatokat. A tikfa burkolatú, egykor a legendás Orient Expressen is szolgálatot teljesítő, sokat megélt étkezőkocsi felújítása jelenleg is zajlik. Zákonyi Gyula 1986 óta foglalkozik régi vonatkocsikkal, a MÁV-nál dolgozott szinte egész életében. A régi muzeális járművek rekonstrukcióit vezette, akkor is és most is. Ahogy meséli, ezt az étkező kocsit sokáig nem vették észre a telepen, ahol a forgalomból kivett járműveket tárolták. Akkor oda került a tárolóhelyre, és ott a tárolóhelyen benőtte a fű, benőtte az akácfa, tehát teljesen, hogy mondjam, a szem elől eltűnt a kocsi, még a mi szemünk elől is, hogy úgy mondjam. Pedig igazi muzeális darab, ezért is esett rá a választás, hogy az Eiffel műhelyház közösségi terének fontos eleme legyen. A kocsi szerkezetének rekonstrukcióján már túl vannak. Be kellett ide tennünk több helyre acélbordát, és az acélborda mellé tettük aztán a fabordát. Már csak a régi új burkolat felhelyezése van hátra. Eközben a festőműhelyben a kocsi belső terének mintáit festik éppen. A festők a belső építész-tervező iroda tervei és elképzelései alapján dolgoznak. A koncepció a kezdetektől a jelenlegi elképzelésig sokat változott. Berta Tamás a műhely főfestője. A kiindulási pontunk az volt, hogy egy századfordulós étkezőkocsi, és ez polgári milliót adja vissza, és ez volt a kiindulási pontunk, de ez szép lassan átalakul, mivel ez egy ipari műemlék környezetben van, mégiscsak valahogy reflektáljon arra a környezetre, amiben elhelyezték ezt a étkezőkocsit. A füllett polgári hangulatú színek, a vörös, a barna, az arany helyett csak stilizáltan fekete-fehérben jelenik majd meg az eredeti századfordulós millió. Így lesz egyszerre múltat idéző és modern. Üdvözlöm! Kezi csokom! Magasi Júlia vagyok. Zákonyi Gyulával éppen a fotók között keresünk, amikor megérkezik Júlia, a vasúttörténeti családi múlttal büszkélkedő énekes, aki nagyon lelkes a restaurálást látva. Annak az állapota az így nézett ki, amikor eldöntötte az operaháznak a vezetése, hogy ezt a kocsit hozza ide a Eiffel csarnokba. És ez teljesen használható állapotban lesz? Tehát akik ide érkeznek, majd fel tudnak rá menni? Fel tudnak menni. De jó. És ilyen, tehát tulajdonképpen ez a büfé, ami itt most üzemel, az tudomásom szerint be fog költözni majd a kocsiba. Lassan befejeződik a 109 éves étkezőkocsi külső és belső rekonstrukciója a szakemberek lenyűgöző munkájának köszönhetően. Már nem kell sokat várni sem Julinak, sem a közönségnek, hogy birtokba vehessék a gyönyörű közlekedéstörténeti emléket.